Négysávos lesz a 441-es főút katonatelepi szakasza. Erről tartott lakossági tájékoztató tegnap a NIF ZRT. A fejlesztés részleteiről most dr. Fekete Gáborral, a Városrész önkormányzati képviselőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a Kecskeméti Televízió meghívását. Jó estét kívánok, üdvözlöm a tévénézőket, üdvözlöm is a vezetőasszony. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy sokak által régen várt beruházás. Mi tette ezt szükségessé? Hát, hogyha valaki a 441-es úton végighalad autóval, vagy akár mellette kerékpárral, akkor egyből úgy gondolja, hogy abszolút indokolt ez a beruházás. Ezt a beruházást nagyon régóta várja Katonatelep. Katonatelep lakossága hitetlenkedik is. Talán most egy picit, hogy a NIF ZRT személyesen itt volt és bemutatta a konkrét terveket, talán most már a katonatelepiek jobban magukénak érzik ezt a dolgot, hogy ez tényleg meg is valósul. Hogy mi indokolja? Hát ugye egy több terv készült, 5 tanulmányterv készült, hogy mi lenne megfelelő, tehát hogy kétszer egy sáv, kétszer két sáv legyen. Ebből volt a tanulmánytervek között olyan, ami a kétszer egy sáv belterületet indokolta, a kétszer egy sáv külterületet, majd kétszer két sáv külterület, kétszer két sáv belterületen, és volt egy elkerülő, volt egy olyan terv is, hogy katonatelepet kerülje el, pont azért, hogy a katonatelep ugye két részre osztik, és hogy a terület ne legyen szétvágva, de az elkerülő, hogy a katonatelepet elkerülje, ez az út azért lett elvetve, ugyanis ez annyival hosszabb lett volna, hogy a városnak a megközelítése, hogy ugyanúgy mindenki a 441-est használta volna, és ugyanúgy mindenki ezt az utat terelte volna. És a kétszer egy sáv pedig azért lett elvetve, és azért lett belőle kétszer két sáv, mert előzetes forgalmi adatok alapján olyan szintű terhelés éri ezt az utat, és itt szeretném mondani, hogy főleg egyébként a Katonatelep lakossága, hogy rácsatlakozik az útra, az egy plusz 30%-os terhelést jelent, hogy mindenképp indokolta ezt a kétszer két sávot, és a tervek, amit bemutatott a NIF ZRT, úgy készültek, hogy ezt követő 15 évre ez az út bírni fogja a terhelést. Pontosan melyik ez a szakasz, mettől meddig fog tartani ez a beruházás, ez a bővítés? Ez a beruházás bővítés egyébként Nagykőröstől egészen Kecskeméten az elkerülőt megelőző körforgalomig fog tartani. Azt tudni kell, hogy Nagykörös és Katonatelepig ez marad egyszer egy sáv, de ugye ott is abszolút újjá lesz építve az út, és majd a Matthias János iskolától be a 445-ös elkerülőt megelőző körforgalomig viszont kétszer két sávot lesz. A körforgalom előtt a kétszer két sáv összeszűkülés egyszer egy sávba megy át, de maga a katonatelepi szakasz az végig kétszer két sávos lesz. Fontos változás az is Katonatelep történetében, hogy lakott területén nyilvánították. Ez a változás mit hoz maga után? Hát ez a lakott terület nyilvánítás, ennek az a lényege, hogy most ugye 90 km/h-val lehet menni ezen az úton, ezt követően 50 km/h-val lehet majd haladni, ami mindenképpen az ott lakóknak szintén a kívánsága, illetve ez talán kevésbé szedi szét szintén a katonatelepet, ami ugye két részre oszlik, és illetve maga az, hogy lakott terület legyen, ez itt még fontos az, hogy ugye közvilágítás lesz kialakítva, a közvilágítás ennek feltétele, illetve így a lámpás csomópontok sűrűbben követhetik egymást, mint hogyha külterületi szakaszon lenne. Tehát maga a katonatelep azon utcái, amelyekről ráhajtunk a 441-esre, ott szinte majdnem minden jelentősebb utcába lámpás csomópont lesz. Pont is ez lett volna a következő kérdésem, hogy terveznek akkor jelzőlámpás csomópontokat. Igen. Pontosakon hány lesz akkor jelzőlámpás csomópont? Tehát 9 jelzőlámpás csomópont lesz az egész szakaszon, de a katonatelepi szakaszon 6 jelzőlámpás csomópont lesz. Most ugye jelenleg egy van a Katona Zsigmond, illetve a Platán utca részen, most ott szintén ugyanúgy lesz, és ezen túl még 5 helyen lesz. Mondom is, tehát a Bernát János utca lesz, tehát a Katona Zsigmond Platán utca, a következő a Bernát János utca, ott most jelenleg nincs irányítva a forgalom a 441-esre, tehát ez egy új kijárata lesz a 441-esre, ott a benzinkúttal áttelembe, utána a Szöllőskert utca, Jegenyefa utca vonalában lesz egy lámpás kereszteződés, Napfény utca, Barka utca és a Gyökér utca, így ezek talán a legjelentősebbek. Ezek azok az útcsatlakozások, amiket
használ katonatelep. Itt meg még azt szeretném kiemelni, hogy a Bernát János utca azért lesz kivezetve a 441-esre, mert ott lehet átmenni az orvosi rendelő felé, illetve ott lehet menni a templomra, és hogyha megnézzük ott a Véderdőn a csapást, hogy így mondjam, az emberek most átszaladnak a kétszer egy sávon, és így jutnak el az orvosi rendelőig, de kétszer két sávon ezt nem lehet megtenni. Ez már olyan szintűen veszélyes, hogy ez mindenképp indokolt azt, hogy ott is legyen lámpás keresztelés, hogy az emberek biztonsága jutsanak át egyik oldalról a másikra. Ez mindenképpen akkor sokkal biztonságosabbá teszi. Igen. A következő kérdésem az lenne, hogy ez a beruházás majd mennyivel érinti kellemetlen a lakosságot, tehát gondolok arra, hogy kell-e kisajátítani területeket, vagy később mennyire kell forgalomkorlátozásokra számítani? Kisajátítás az természetesen lesz, minden egy útépítés ugye ezt magával vonza. Én úgy gondolom, hogy egyébként ez a kisajátítás nagyon észszerűen át van gondolva, tehát a legszükségesebb területeket próbálják igénybe venni. Ez azt is jelenti, hogy valójában olyan 5-től 7 méterig vesznek el a mellette lévő területekből, vagy sajátítanak ki a mellette lévő területekből. Ezek általában maga az épületet nem érintik, mert az épületek által benne vannak, csak a telket érintik, de van, ahol az érinti az épületet, ott viszont mind nekem, mint a kerület képviselője, illetve mind a városnak az az érdeke, hogy ezek az embereket az állam a lehető legmaximálisabban fizesse ki. Tehát mi a város, itt mindenképp a helyi lakosok érdekeit fogjuk szolgálni, és őket segítjük abban, hogy egy jó árat tudjanak kiharcolni. Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy most milyen fázisban tart ez a beruházás, hol tartunk most, és mikorra lehet számítani arra, hogy a tényleges munkálatok elkezdődjenek? Hát most ugye a tervzsűrin átment már ez a 440-es útnak a terve. A maga engedélyezési terv van folyamatban, tehát az azt jelenti, hogy ha ez be lesz adva, akkor az építési engedélyt, majd a kivitelezési engedélyt várjuk. Ez 2020 második felére várható. Most a NIF ZRT által tartott lakossági fórumon is mindenki megkérdezte, hogy jó, de ez mikor fog megvalósulni. Most én erre azt tudom mondani, amit a NIF ZRT, hogy ezt senki sem tudja, viszont most már, hogyha lesz engedéllyel rendelkező terv, akkor onnantól kezdve bármikor megvalósulhat, végülis utána, ha a beruházáshoz szükséges összeget az országgyűlés mellé rendeli, akkor onnantól indulhat a beruházás. Történt egy súlyos baleset az elmúlt hétvégén, nem mehetünk el emellett szó nélkül. Két kislány is életét vesztett ebben a balesetben, és ön indított egy akciót, egy segítő akciót a család számára. Tájékoztassa, legyen szíves erről a kedves nézőket, hogy hogyan tudnak segíteni, ha szeretnének. Hát a kedves tévénézőknek mondom, hogy ugye a Facebookon, illetve több média felületen közülettéve egy számlaszám. Kérném most is a tévénézőket, kecskeméti lakosokat, hogy segítsék a családot, ha van egy kis plusz pénz, amit erre tudnak áldozni, akkor áldozzanak. A család nagyon, nyilván lelkileg is nagyon nehéz helyzetben van, leginkább lelkileg, de az anyagi körülmények is olyanok, hogy szükségesíteszik, hogy minden támogatás jöjjön, hogy kérem szépen, hogy a több fórumon megadott számlaszámban segítsék őket. Köszönöm. A katonatelep az egy nagyon-nagyon intenzíven fejlődő város, és most visszatérnék megint egy kicsit a szomorú téma után a beruházásokra. Ugye jól látni, hogy évről évre mennyire intenzíven fejlődött. Milyen tervei vannak katonatelepet nézve? Mik azok, amik megvalósulnak a közeljövőben? És van-e önnek valami titkos vágya ezzel kapcsolatban? Tehát a terv, amit konkrétan tudok mondani, hogy ugye a bölcsödei beruházás az most már tényleg egyenesben van, tehát a mostani 2020-as költségvetésben benne van a bölcsödének a beruházása, az azt jelenti, hogy 2021 őszén szeptemberében ott a bölcsöde meg fog tárni gyerekekkel, és elindul a bölcsöde. Ez egy 420 millió forint körül beruházás lesz a végén, a másik pedig a játszótér. A játszótér ez a Katona Zsigmond emlékparknak a játszótere, hát ez a másik, amit mindenképp, ez felett bábáskor vagyok, örködök, hogy ez biztos megvalósuljon. Ami ezen túlmutat, én itt Katonatelepen a Hosszúnyelő utca és környéke
nagyon nehéz helyzetben van, tehát se aszfaltos út nincs, se közvilágítás nincs, se járda nincs. Én azon dolgozom, hogy ezen az útszakaszon közvilágítás legyen egyrészt, másrészt mi hamarabb egy járdaszakasz épüljön ki. Harmadrészt az ugye az aszfaltos utat megígérni azt nem tudom, de hogy ott a gréderezés olyan rendszeresen járjon, hogy az ott lakóknak a mindennapjai tényleg meg legyen könnyítve. Ez nagyon-nagyon jól hangzanak ezek a beruházások, és bízunk benne, hogy meg is tudnak valósulni. Még visszatérnék egy kicsit ehhez a lakott területhez, hogy lakott területén nyilvánítják katonatelepet. Ugye beszéltünk már egy-két dologról, ami segíti a közlekedést ebből a szemszögből. Itt, hogyha ugye ez a baleset kapcsán is beszélnünk kell erről a problémáról, hogy ott tud-e segíteni ez a lakott területén nyilvánítás valamit? Hogy még biztonságosabb legyen a közlekedés? Hát én úgy gondolom, hogy ugye a kétszer, két sáv először lehet, hogy megriasztja az embert, hogy hú, még több autó, még nagyobb az átkelés. De ha azt nézzük, ami a katonapiek igénye volt, hogy 6 helyen lesz lámpás kereszteződés, amelyek ezek a lámpák összelencnek hangolva. 50, de ugye egészen a Mátyás János átoskolától egészen a városig 50-nel lehet menni. Akkor úgy gondolom, hogy ez mindenképp végül a helyiek érdekét fogja szolgálni, és sokkal biztonságosabb lesz ott a közlekedés. Tehát lehet, hogy szélesebb lesz, de 6 olyan helyen tudok átkelni, ahol rendesen a lámpa irányítja a forgalmat, és ennek megfelelően biztonságra tudok átmenni. És a vasútnál, a sínnél lehet-e még valamit tenni? Annak érdekében, hogy ott ne forduljon elő többet ilyen tragédia. Hát a vasútnál, a sínnél én mindenképp szeretném, hogy ott egy lámpás sorompó épüljön ki, illetve egy ilyen védőkorlát, amit több helyen lehet látni. Már csak azért, nyilván ez a tragédia mindenkinek fölnyitotta a szemét, hogy ez iszonyatosan veszélyes ez a környék. Másrészt ez a sín elég közel van az ottani családi házasövezethez, tehát ahol meg családi házban meg gyerekek vannak, akik meg szintén nem, talán nem biztos, hogy olyan körültekintőek, hogy most milyen a lámpa a vasúti sínen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképp indokolt lenne itt ebben eljárni, ezt az érdeket képviselni, és ezt a vasúti átkelőt biztonságosabbá tenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, rendelkezésünkre állt, és további nagyon termékeny munkát kívánok önnek. Köszönöm szépen.